Az országos kismotor fecskendő szerelősi verseny egyik állomásán vagyunk. Mi ez a verseny tulajdonképpen, és miért itt Zsámbékon kerül megrendezésre? Ez a verseny egy nagyon régi hagyomány, amit minden évben megtartanak. Az országos bajnokság egyébként a 13. van idén, és ez az első olyan futam, ami Zsámbékon kerül megrendezésre. A Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület társszervezésében tulajdonképpen közösen a Tűzoltó Felszerelések nevű oldal tulajdonosával szerveztük ezt a versenyt. Mi a célja? Természetesen egy kicsit szeretnénk a tűzoltó közösségeket, tűzoltó csapatokat összehozni. Közösségépítés, egy kicsit versengés, gyakorlás, tulajdonképpen egy ilyen közösségi rendezvény ez az egész. Zsámbékon milyen hagyományai vannak a tűzoltóságnak, illetve önkéntes tűzoltóságnak? A önkéntes tűzoltó egyesületünk az 134 éve alakult meg, tehát nagyon régi hagyományaink vannak, amiket ápolunk. Mi is igyekszünk fejlődni, új dolgokat kipróbálni, és igazából ez egy olyan lehetőség, ami még nem volt Zsámbékon. Örülünk, hogy segíthetünk a megszervezésében. Jó lehetőség ez arra, hogy esetleg aki kedvet kap, akkor csatlakozzon hozzátok? Abszolút, mindig várjuk a lelkes önkénteseket, akik szeretnének csatlakozni. Úgyhogy egyébként ez egy nyilvános rendezvény, bárki eljöhet, érdeklődők, és természetesen aki kedvet kap, azt szívesen látjuk az egyesületünkbe. Ha jól tudom, akkor egy defibrillátor is átadásra kerül, erről mit lehet tudni? Igen, ez a Nemzeti Együttműködési Alappályázatán keresztül nyertünk támogatást egy defibrillátor készülékre. Ez a mai nap kerül átadásra egyesületünk elnökének, illetve egyesületünknek. Ez egyébként az elsődleges beavatkozó szerünkön lesz felszerelve, és természetesen egy tűzoltó egységnek ez egy nagyon fontos eszköz lehet, amivel életeket is menthetünk. Ez egy elég nagy verseny, legalábbis rengeteg autó és rengeteg érkező vendég van már most is. Hány csapat indul, mit lehet tudni? Összesen 22 csapat indul a versenyen, ebből egyébként 9 felvidéki csapat is van, ami egyébként egy kuriózumnak számít, teljesen más technikával, más eszközökkel szerelnek, úgyhogy ez is egy érdekesség, egy látványosság itt a rendezvényen. Kik a segítők, kiktől kaptok segítséget? Önkormányzatoktól, Zsámbékváros, Tök község és Perbák község önkormányzata támogat bennünket. Ezen felül természetesen állami támogatást kapunk a katasztrófavédelemen keresztül, illetve pályázati úton adó 1%-ból és bérmunkákból vannak bevételeink. A Tűzoltó Szövetség az valamennyi nem hivatásos tűzoltóságnak a szakmai érdekképviseleti szervezete, és hát az alapvető tevékenység a tűzoltás műszakmentésen túl, ezek a rendezvények azok, amelyek közösség erősítő hatásúak, akár a hivatás oldaláról, akár pedig a nemzeti összefogás oldaláról, hiszen a mai rendezvényen, ha jól tudom, mintegy 11 határon túli csapat is részt vesz felvidékről. A tűzoltók egyébként nagyon nagy figyelmet fordítanak, mind a hagyományőrzésre, a sportra, hát óvatattan, hiszen a napi szolgálatellátásban a sport, az állóképesség, a pszichikai erő, a fizikai erő nagyon fontos. Lehet ilyenkor egymástól tanulni új technikákat esetleg? Hát itt ez a találkozó, ez arra is alkalmas, hiszen nagyon sokan különböző helyekről jöttek erre a rendezvény, az ország különböző pontjairól. Tehát én azt gondolom, hogy tanulni is tudnak egymástól, de még az sokkal fontosabb, hogy tudnak beszélgetni, tapasztalatot átadni. Ez egy szakmai és baráti találkozó is egyben. Itt ugye gondolom, hogy elsősorban olyan versenyszámok vannak, ami műszaki tudást igényel, vagy van olyan is, ami erőnléthez kapcsolódik? Hát igényel nyilván műszaki tudás, szakmai felkészültség, erőlétet. Ez egy viszonylag könnyen megtanulható és könnyed verseny. A szabályi azok viszont szigorúak, és azt gondolom, hogy azok a tűzoltók, akik itt most a mai napra eljöttek, nem csak tanulnak, hanem magukat jól is érzik. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ide került a rendezvény, azzal együtt, hogy épp a minap gondoltam végig, hogy tulajdonképpen egyre több olyan rendezvény van, ami korábban nem volt. Ide jött, és aztán a következő években újra és újra megismétlődik. Gondolok itt a Jeep-es találkozó volt a múlt héten, előtte Alfa Romeo-sok találkoztak a városközpontba. Tehát úgy látom, hogy Zsámbék rendezvény szervezőknek egy ilyen vonzó helyé kezd válni. Ebben nyilván benne van azok a fejlesztések, amiket végrehajtottunk elsősorban a településközponton. Itt egy más területről van szó, de ugye ez egy jól ismert rendezvény helyszínünk, egy 5 hektáros önkormányzati terület. Hozzá ez mindenképpen valami
valamiféle ismertséget, elismertséget Jambiknak, hiszen olyan emberek jelentek itt most meg, akik lehet, hogy amúgy még sosem jártak itt. Sok határon túli magyar, felvidéki magyar tűzoltó csapat érkezett a versenyre, és azt remélem, hogy megtetszik nekik ez a hely, megszeretik, esetleg össze is barátkoznak egymással, és aztán máskor, más helyszíneken, más időpontokban, más körülmények között újra tudunk velük találkozni, és ők is egyre jobban megszeretik Jambékot. Ugye itt a tűzoltók átvettek egy defibrillátorokat forgalmazó cégtől egy eszközt, amire NEAK támogatást nyertek, tehát pályázati forrásból tudták ezt megvásárolni, és most ünnepélyesen, nyilván a pályázat dokumentálása céljából itt most ünnepélyesen dokumentálva ezt átvették. A cég képviselőivel arról is beszéltünk, hogy Jambékon lehet-e szükség elsősegélynyújtó tanfolyamra, vagy olyan képzésre, ahol ezeket az eszközöket megtanítják jól alkalmazni. Egyébként én elmondtam nekik, hogy ezen a téren egészen jól állunk, én azt gondolom, tehát Jambékon, ha jól számolom, és ez lehet, hogy alá is lövök, 6 helyen biztosan van defibrillátor. Ennek van egy szomorú előzménye, a zsámbéki sportpályán egyszer történt egy hirtelen szívmegállásos egészségügyi probléma, és igazából azután lett ez fontos. Van az ügyeletünk épületében, van a sportegyesületnek az épületében, van a polgármesteri hivatal épületében, és több más közintézményekben is. Tehát egészen jól el vagyunk látva. Arról beszéltünk még konkrétan, hogy felmérjük a következő napokban, hogy az oktatási intézményeink el vannak-e látva ilyesmivel, és akkor lehet, hogy a pedagógusoknak is tudnánk szervezni ilyen jellegű képzéseket. Igazából ez a tűzoltóverseny, ez a fajta tűzoltóverseny, tradicionális tűzoltósport. Tehát ezt még őseink is csinálták. Egyrészt az, hogy a kondicionális szempontból, illetve felkészülés, tehát egy vizes szerelés, egy 100 méteres pálya, van egy 1 köbméteres tartály, ami mellett van egy kis motorfecskendő, illetve vannak tömlők, amivel meg kell szerelni, és egy 100 méter levő céltáblát ki kell lőni 10 liter vízzel. Tehát ez a feladat, és ezt mennyi idő alatt tudja megcsinálni egy csapat. Milyen készségeket igényel ez a verseny? Hát először is tűzoltó elhivatottságot, én azt gondolom. Másrészt gyorsaságot, valamint nagyon jó célzóképességet, motorhoz értés, mert abban lehet fúrni, faragni a motorokat is, tehát a retro kategóriában. Tehát ilyen sokoldalú történet, de a legfőképpen amiatt van, hogy a tűzoltóknak a kondicionált, illetve tűzoltóknak ezt a hagyományos versenysportját megőrizzük. Ez tulajdonképpen egy felkészülésnek is tekinthető, mondjuk az igazi éles bevetésekre? Igen, természetesen ott is motorral dolgozunk, ott is tömlőkkel, ott is ki kell lőni a sugárral a tüzet, tehát maximálisan. Milyen pályák vannak, illetve ott milyen felszereléseket használhatnak a versenyzők? A versenyzők használhatnak egy darab kis motorfecskendőt, ezt úgy hívjuk pontosan, aztán 3 darab úgynevezett B-tömlőt, 4 darab úgynevezett C-tömlőt, 2 sugárcsövet, 2 szívótömlőt és egy szűrőkosarat. Ennyi a felszerelés. És ezek a motorok, amik itt hangosan felbögnek a verseny elején? Hát ezek a motorok itt most jelen pillanatban 3 kategóriában működünk. Az egyik az a normál, hagyományos, a 13 jövő bajnokság, van a modern kategória, ami újabb gyártmányú, Magyarországon rendszeresített Fox, Iveco, Tohatsu motorok vannak. Van a retro kategória, ami az őseink, még én is versenyeztem azzal, TSTD Polóniák, illetve van most ez az első versenyünk, ahol felvidéki barátaink eljöttek, és egy náluk honos tuning kategória, sportkategóriát, azok egy 2000-es nagy Skoda motorok, amivel ők versenyeznek. Rengeteg, illetve viszonylag sok hölgy versenyzőt látok. Külön kategória van nekik, vagy vegyes csapatokba indulnak? Hogy van ez? Minden lehetőség van. Tehát a modern kategóriába indulhatnak hölgyek is, női csapatok, vegyes csapatok is. Egy kategóriában vannak sorolva a férfiakkal. Viszont a retro kategóriában van külön férfi retro, illetve női retro. Úgy is fogjuk díjazni őket. Hány verseny lehetőség van egy évben? Hogy alakul a bajnokság? Hogy néz ki? A bajnokság úgy alakul, most már minden 13 év, 8 versenyhelyszínnel megyünk minden évbe. Ez az ideje első verseny, és még lesz 7. Milyen díjazások vannak? Ezen a versenyen is lesz egy eredményhirdetés, illetve pontszerzéssel pontok vannak, ilyen Forma 1-es jellegű pontok, tehát az első helyzet kap minden kategóriába 25 pontot, és így tovább. És az utolsó versenyen pedig lesz egy összpontszám alapján egy országos bajnoki címnek a kihirdetése mind a 3 kategóriában.